suliba, és kilógtam a képből mindenhol, úgyhogy igazából nekem ez már így nem okoz ilyen, nem azt mondom, hogy kommunikációs problémát, mert azt igen, de olyan lelki traumát nem okoz, hogy most elfogadnak, vagy nem fogadnak, annyira megszoktam már, hogy sokszor feltettem a kérdést magamnak, hogy miért nézek ki így, meg tudom indokolni természetesen, hogy 15 évig hagyományőrzéssel foglalkoztam, oké, de ez sem elég. Miért ilyen a szakállam, nem tudom úgy megmagyarázni, hogy miért ilyen valamiért, így érzem magam teljesnek. Furcsa másoknak, amikor így meglátnak, vagy találkoznak velem olyan emberek, akik nem ismertek, de igazából annyi türelmesnek kell lenni, és normális esetben elszakad a fal. Szellemi váltásra lenne, egy paradigmaváltásra lenne ahhoz szükség, hogy belássák, hogy az érték pedig tök egyszerű. Megnéznék, hogy néz ki Budapest, vagy megnéznék Kecskeméten, hogy 110 évvel ezelőtt, 125 évvel ezelőtt a kecskeméti művészterep Kadelek, a polgármester elképesztő összeget nyomott bele. Most meg hagyja a város tönkre menni, ezt ki kell vágni, mert elásom magam. Mindegy, benne maradhat. És itt van Nagybánya, 3 millió euróból az ottani román polgármester megcsinálta a művésztelepet. Rendszeresen járok oda, megismernek, mindig hívnak, van ott szobron minden, és ezt itt látják, és nem csinálnak semmit. Tele van Kecskemét iparral, kétszer annyi ember él a vonzás közvetében, mint előtte, és ugyanúgy nincs pénz semmire. Még egy körforgalomba is be lehetne tenni egy jó szobrot, az is kisegítene egy évben egy-két ilyen szobor, de valamié nem. Nem tudom az okát. Szerintem ennyire egyszerű. Én ezt nemzeti gondolkodás jobboldalúként mondom, hogy ugyanúgy kiesek a lehetőségek közül a Pixisből, mint hogyha fordítva lenne. Én bíztam egyébként így a kormányba, hogy kulturálisan ezt valahogy fölnőnek hozzá, de nem látom még ennek a megvalósulását. Lehet, hogy én vagyok vak, ezt is nyitva adjam, ezt a kérdést, illetve hát ők is bármikor ezt meggondolhatnák, vagy meggondolhatják, nem akarom elvenni a lehetőséget tőlük se, de eddig nem tudtam működni. Igazából csak ilyen abszolút magánalapon. Kell-e művészet? Hát, ha engem kérdezel, nagyon egyszerűen tudok erre válaszolni. Szerintem létszükséglet, de az, hogy ezt a társadalom is így lássa, az egy egészen más kérdés. Tehát itt több felelősségről van szó. Egyrészt, tehát a művészek részéről már eleve az, hogy hát definiálnunk kellene először is, hogy mit jelent az, hogy művész. Na most, ha én ezt most itt neked definiálom, akkor téged letörölnek az összes YouTube-ról mindenhonnan, úgyhogy ezt most kihagyjuk, csak körülírom. Szerintem ez csak úgy lehet, hogy az emberen túlmutató magasabb rendű célt szolgál. Tehát itt az a fajta önfényezés és egyebek, amik meg önmegvalósítás, amit ki is mondanak, szerintem az nem ide tartozik, de ez az én privát véleményem, és ezért bárhol vállalom a felelősséget, mindegy ki. Én azt gondolom, hogy van egy hatalmas felelősség a művészek részéről, nem állítom, hogy átérzik mindenki, sőt, de ez kinek a saját felelősségköre. Én arra
törekszem az én saját életem, hogy ezt átérezzem, és olyasmit adhassak, amit nem tudom az okát, de valamiért rajtam keresztül akar megnyilvánulni, és ez így még nagyobb felelősség, mert ez már régen nem rólam szól, hanem mindenkiről, aki ezzel találkozik, és kapcsolatba kerül, és ha csak egy egész picit ért meg belőle, már akkor is elérte a célját. Ha ténylegesen valaki tiszta, még igaz csontvári, hát végigcsóroskodta az életét, tehát nagyon könnyen utána lehet nézni. Lovaska Csiponyvának árulta a család, a rokonság, meg ilyen sátorosoknak, akik piacokon árulnak a képeket, hogy legalább a vászonért kapjanak valamit, és gyakorlatilag abszolút, ha van ilyen, hogy szerencse, illetve mindenek oka van, nem véletlenül találtam meg az az ember, akinek erre szeme volt és vásárolta föl. Szobrászatomról konkrétan, hogy egy pár szót, hogy mégis valahogy érthetőbb legyen az egész jelenség kívülről. Tehát ugye ezek természetes kőtömbök, azaz nem nagyon van rajtuk emberi beavatkozásnak nyoma, ha van, akkor is kézimunka. Tehát amik itt nálam vannak, azok speciálisan így lettek leválogatva és idehozva. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy rengeteg kő van a világon, és akármeddig is él egy művész, korlátozott ideig tud dolgozni, és ez nagyon pici része a köveknek, amik megvannak kőzeteknek. Tehát igazából én azokkal a kövekkel foglalkozom, amelyek megszólítanak, tehát rájuk pillantok, és azonnal érzem, hogy nem tudom elmagyarázni az érzést, leírni se, hogy a kezem alatt szeretnének szoborrá válni. Tehát innentől kezdve könnyű a helyzetem, tehát idézőjelben könnyű a helyzetem. Ha csak lehet, minimális gépi beavatkozással, lehetőleg kézzel dolgozom, mert így rendelkezésemre áll az az idő, amikor kapcsolatba tudok kerülni a kövekkel, szellemi értelemben, és kommunikálunk, tehát konkrét, ha nagyon egyszerűen akarom mondani, beszélgetés zajlik, tehát meghallom, amit halkan suttog, mert nem kiabál, le tudok lassulni, a saját belső zajomat annyira tudom minimalizálni, hogy egyáltalán meghalljam. A külső zajokat is természetesen, tehát azért élek itt, ahol élek, és akkor tudom megérteni, hogy mi a különbség abban, amit én szeretnék, és amit ő felajánl, és az mindig jobb volt eddig ez a tapasztalatom, mint amit én fejbe kigondoltam. Tehát emberi okoskodással nem lehet messzire jutni, ez a lényege. Ne kerülj ki a legfontosabb kérdést, miért? Hát az pedig azért, mert az egész hivatásom így alakult, így talán könnyebben érthető, tehát vissza akarok utalni vele a teremtésre, tehát Isten dicsőségét szeretném megmutatni a szobraimon keresztül, ezért nem nyúlok hozzá a teremtett, megszületett, kikristályosodott valósághoz, amennyire csak lehet, minimális beavatkozással, hogy tényleg megmutathassák a dolgok maguk. Mert meg tudok én faragni egy kavicsot is, de soha nem lesz olyan szép, mert ugye egy folyómederbe, vagy egy hegyoldalba, hogy gördül, úgy kopik, onnan annyi, amennyi kell, ahol keményebb, ott kidudorodik, ahol puhább, ott bekopik. Tehát teljesen a természet tiszta törvényszerűségé szerint alakul. Ha én elkezdem faragni, akkor pedig vagy a véső, vagy a gép egyszerűen egyrészt túl gyors, még a véső az hagyja, az egy köztes, az kézi munka, de mondjuk, hogy ha a géppel vágom, fúrom, faragom, akkor az nem néz semmit, az mindent fúr, vág, meg harap. Ugye ezeket a rezgéseket, ezeket a finom rezgéseket felfogja, meg értelmezzen, meg reagálják rájuk. Ezért gyakorlatilag.